Jó estét kívánok! Önök a Mi Életet, a Somogy TV napi aktuális műsorát látják. Még néhány nap és új évbe lépünk. Jó alkalom ez arra, hogy elkészítsük az idei esztendő mérlegét. Mit sikerült teljesíteni, milyen problémákkal kellett szembenéznünk, és megtaláltuk-e a megfelelő gyógyírt. Többek között ezekről a kérdésekről beszélgetünk Gelencsér Attilával, Somogy megyei közgyűlés elnökével, országgyűlési képviselővel. Jó estét kívánok önnek is! Jó estét kívánok! No, hát azt gondolom, hogy a rendszerváltás utáni időszaknak az egyik legjelentősebb intézkedése volt az önkormányzatok adósságának a konszolidálása, rendezése. Ön szerint mi lett volna, ha ez elmarad? Kilátástalanság, csőd, hullám az önkormányzatoknál. Gyermekek, akik nem tudnak enni ebédet az iskolában, fűtetlen iskolák, tömkelege, kifizetetlen bérek, és így tovább. Ez a rövid válasz. 300 milliárd körüli adóssága volt 2002-ben az önkormányzatoknak. Az, hogy van hitele, adósságállománya egy önkormányzatnak, ez nem ördögtől való egyébként. Vannak pillanatok, családok, az állam és az önkormányzat életében is, amikor bizony hitel kellhez folyamodni. Például, ha valamilyen fontos beruházást akar megvalósítani, és annyi pénz nem áll rendelkezésre abban a pillanatban, a pénzintézeti rendszert valamiért csak-csak kitalálta a világ, nagyjából a hitelezés az egyik lényege. De az, hogy 300 milliárd forintról 1300 milliárd forintra ugrott 8 év alatt, a szocialista 8 éves kormányzás időszaka alatt, ez több mindent mutat. Először is azt, hogy nem egy önkormányzatból át kormányzás zajlott, mutatja azt, hogy a rosszul, gazdaságpolitikai értelemben rosszul kormányoztak, és egyébként mutat egy rendszerhibát. Mondjuk úgy, hogy talán még a kormányzástól függetlenül is az budjant ki a jéghegy csúcsaként, hogy a rendszer maga is rossz. Említette azt, hogy eladósodtak nagyon az önkormányzatok, ugye ez azért is történt, mert igen sok pénzt elvontak, miközben a feladatokat viszont nem vonták el, sőt. De vajon nem fenyegete az a veszély, hogyha most konszolidálják az önkormányzatokat, akkor újra termelődik ez az adósság? Tehát, mert hogy több pénz nem lesz várható. Igen. Nagyon jó a kérdés. Az állami feladat átvállalás részben erről szól, hogy azokat a feladatokat, amelyek jelentős hiányt termeltek működési oldalon, nevezzük deficites feladatoknak, ezeket a feladatokat az állam átvállalta, vagyis nem lesz olyan, ami a deficitet termelje. A másik eladósodási irány, az pedig a beruházások, befektetések, fejlesztések iránya. Itt is rajta akarja tartani a kormány az ütőéren az ujját, és azt mondja, hogy ne legyenek fenntarthatatlan, finanszírozhatatlan fejlesztések, amelyekhez egyébként hitelt vesz fel az önkormányzat, majd újra bejelentkezik adósság átvállalásért. Ezért a kormányhivatalok hatáskörében rendelte annak eldöntését, hogy egy adott beruházáshoz hitelt vehet-e fel egy önkormányzat. Ez az a pont, ahol sokan kritizálják, és azt mondják erre a szabályozásra, hogy az önkormányzatiságot sérti. Döntsük el, nincs ideális megoldás, döntsük el közösen, beszéljük meg az emberekkel, hogy az, ami ilyen mértékben négyszeresére duzzasztotta az önkormányzatok adósságállományát, az maradhat-e, és hogyan lehet megfékezni. Senkinek nem lehet Magyarországon az az érdeke, se kormánynak, se kormányhivatalnak, hogy ne valósuljanak meg fejlesztések, csak mondjuk olyanok, amelyek itt most néhány kiderült, amikor alánéztünk a takaró alá, hogy mondjuk 1 milliárdos költségvetésű városnak, itt nem olyan messze mi tőlünk, nem somogyi városnak, 5 milliárdnyi az adósságállománya. Ilyenek ne fordulhassak elő, vagy egészen pici néhány száz lelkes falu, amely itt egészen közel Kaposvárhoz, több is van ilyen egyébként, amelynek 500 milliós PPP beruházása van, és azt kellene törlessze, teljesen képtelenség. Tehát amikor itt üzleti tervet készítettek, nagyon kíváncsi lennék rá, hogy számoltak. Ugye említette azt, hogy bizonyos feladatokat átvesz az állam, amelyek deficitesek voltak, gondolom ide sorolja az iskolákat is, az intézményeket is. Óriási reform zajlik most az oktatás terén. A települések többsége az örömmel átadta az iskolát.
voltak, amelyek viszont megtartották. A Schmidt Jenő, a TEOS-nak az elnöke azt mondta, és ezt most idézem, ha megengedi, hogy sokkal jobban örültem volna, hogyha a Klebelsberg intézmény nem vett volna át iskolát fenntartásra, hanem szakmai részt vitte volna, és a pedagógusok felügyeletét látta volna el. Ön szerint az állam miért lesz jobb gazda? Miért fogja jobban segíteni, működtetni az iskolákat? Az alap probléma, azt kell mindig megnézni, hogy mire születtek ezek a döntések, vagy mi végre. Itt ebben a stúdióban is beszéltünk róla, hogy miközben OECD átlagot költ Magyarország az oktatásra, aközben az oktatás növeli a versenyhátrányunkat. Uh-huh. Tehát minden az oktatásunk, én magam is tanár vagyok, tehát pontosan láttam az igyekvő kollégákat, a jó munkákat, az értékteremtő oktatást, nagyon szép példáit. De mégis a szummája az ennek a történetnek, hogy értéktelenedik az érettségi, értéktelenedik a diploma, funkcionális analfabéták tömege hagyja el az általános iskolát, mondják ezt a szakemberek is. Érzékelik a szülők, látjuk, magam is szülőként látom, hogy milyen oktatás zajlik ezekben a különféle iskolafokokban. Amikor tehát a kimeneti oldalon is elégtelen az oktatás, és ráadásul még pazarló koldusként működik, erre is számos példát lehetne mondani, akkor valamit lépni kell. A legnagyobb probléma, vagy az egyik probléma az az volt, hogy teljesen más iskolája van az 5. kerületnek, meg Dráva Tamásinak. Most egy igazságos esélyegyenlőséget biztosító rendszere az, ahol az egyik iskolában elitképzés zajlik, a másikban meg tulajdonképpen egy teljesen elmaradott, hátrányos rendszer látható. De ez a szakmai része, nem? Igen. Tehát nem a finanszírozásbeli része. Igen, a finanszírozásbeli részének egyetlen egy mondat. Látható, hogy most is az állam segítette ki az önkormányzatokat. Tehát az állam nem csak itt mi felénk, mindenütt a világon, a biztonság, a garancia, a stabilitás, vagyis az, hogy ne fordulhasson előfűtetlen iskola, és így tovább, az a nagyobb biztonságban van az államnál. Egyébként ez egy nagyon messzire vezető vita. A napokban folytattam egy ilyen eszmecserét egy tudós emberrel, és az eszmecsere lényege centralizáció kontra decentralizáció, vagyis az erőltetett államosítás, amit ma érzékelünk, illetve mondjuk a végeken elvégzett önkormányzatok által elvégzett munka, fenntartói munka, a jobb. És azt szeretném nagyon aláhúzni, és a beszélgetésemnek is ez volt a vége, hogy egyébként a Orbán Viktor által vezetett kormány nem úgy született, hogy mindenáron centralizálni akarna. És ha 2002-ben, és ez a tézis mondatom, nincsen kurzusváltás. Tehát a Fidesz kormány folytatni tudja a munkáját, meggyőződésem, hogy ma önkormányzati fenntartás lenne. Uh-huh. Tehát magyarul az én hipotézisem, ez feltételezés, hogyha nincs 8 év elrontott kormányzás, akkor egyébként kis korrekciókkal meg lehetett volna oldani a problémát úgy is, hogy az önkormányzatok a fenntartók, mert hogy erre is van számos jó példa a világban. Csak hogy annyira elrontották és annyira eladósították az iskolákat, az önkormányzatokat és az államot is, nem beszélve a családokról, hogy itt most már nem volt idő apró korrekciókra. Ugye a decentralizáció hívei azok azt mondják, hogy megfelelő fejkvótát kell adni, és akkor az önkormányzatok is fent tudják tartani az iskolát, mint amit mondjuk Schmidt Jenő képvisel. Hogy az államnak most jut-e több pénze, tehát jut-e annyi pénz erre, hogy valóban magasabbak legyenek a fejkvóták? Nézze, azt saját példámat hadd mondjam el önnek, és talán ezáltal érthető az egész. Kétszer alakítottam át a közgyűléssel és a munkatársaimmal a megyei önkormányzati intézményhálózatát. Az első nagy elvonások hatására 2007-ben több mint 1 milliárd forinttal tettem olcsóbbá kollégáimmal a működésüket, és 2010-ben Bajnai Gordon nehéz évében akkor újra kellett kezdenünk, és még egyszer 1,5 milliárddal tettem olcsóbbá az önkormányzati intézményhálózatát. És működött. Tehát azt szeretném mondani, hogy
hosszú beszélgetés. Tehát volt ennyi tartalék a rendszerben végül is, vagy? Ez a lényeg. Tehát az a furcsaság, hogy nem látunk gyakran a dolgok mögé. És sosem felejtem el, miniszterelnök úrral sokan vitába szálltak a frakciülésen is, hogy jó lesz-e az, ha az állam csinálja, és a fenntartást ő végzi. És mondta a miniszterelnök úr, hogy egyébként, ha 3000 fenntartó jön szembe minden kormányzati döntéssel, protestál, nem tetszik neki, szabotálja ad abszurdum, úgy nem, arra nincs ideje, hogy ezt végigjátsszuk. Tehát ez a probléma. Egyébként, ha nincs 8 év elrontott kormányzása, akkor lehetett volna. Még egyszer mondom, apró pontosan ezt akartam kérdezni, hogy nem lehet, hogy az van mögötte, hogy ugye a 8 év alatt annyira lepusztultak az iskolák, annyira leszegényedtek az intézmények, hogy ezek után már állami beavatkozás nélkül nem lehetne rendet tenni? Ön fogalmazta meg, akkor lehet, hogy egyszerűbben is jobban, mint én. Erről van szó. Tehát azt akarom aláhúzni, hogy sokan bélyegzik meg a mostani kormányt az erőltetett államosítással, centralizációval, diktatúra, meg nem tudom, miket mondanak, hogy én már a Fidesz környékén voltam 2002-ben is. Senki nem beszélt ilyesmiről akkor. De 2010-ben már nem volt más megoldás. Egyszerűen elment az idő, végletesen és végzetesen elrontották, adósságállomány és sok-sok tekintetben, szakmailag sem foglalkoztak az oktatással. Most persze ellenzékből rendkívül bölcsek, ezen jókat mosolygok. A lényeg tehát az, hogy most egyszerűen nem látszott más megoldás. Azt kell látni, hogy ugye még egyszer tanárként én megéltem néhány oktatási reformot a katedránál. És nem bántva magunkat, pedagógusokat. Mi magunk szabotáltunk el számos oktatási reformot. Mert hogy egyébként csak a polgármesternek voltunk beszámolni kötelesek. Mert ő volt a főnökünk, nem az állam. Az a furcsa helyzet, hogy egyébként egy tipikusan állami feladatot, hát az oktatás, mondjuk ki, ez állami feladat. A rendszerváltoztatáskor teljes jó szándékkal, az önkormányzatiság megerősítése okán ezt az állami feladatot az ÖTV-ben, tehát az önkormányzati törvényben az önkormányzatokra delegálta az állam. Most semmi más nem történt, az előbb elmondottak, mint azt mondta az állam, hogy akkor most visszaveszem. Tehát nem az van, hogy elvett valamit, hanem az állam, amit egyszer odaadott, azt magához kérte, semmi más miatt, hatékonyság, biztonság, garancia, szakmai elvárások, jó diploma, jó érettségi, ezek a célok, nincs más. Említette a diplomát, az érettségit, sok támadás érte a felsőoktatási törvényt. Ugye különösen a tandíj az nagyon heves indulatokat gerjesztett. Ön szerint a jogos volt a diákok felháborodása, vagy itt azért ebben benne volt valami ellenzéki manipuláció is? Nagyon egyszerű volna azt mondani, hogy ellenzéki. Hát hallunk is ilyet. Biztos, hogy az is volt benne. A kettős érzések vannak bennem, és most mind a kettő oldalát el szeretném önnek mondani. Az egyik oldalon, amikor a beteg panaszkodik, és az orvosok már nem találják a problémát, és már elkezdik megkérdőjelezni, hogy valóban beteg-e. Biztos találkozott ilyennel, és saját családomban találkoztam ilyennel, nem is olyan rég. A tézis mondat, amit nekem professzor mondott, az az, hogy a betegnek mindig igaza van. Most, hogyha a diákok lázonganak, akkor egy picit igaz az a tétel, a diákoknak is mindig igaza van, bizonyára ők úgy látják, hogy ez számukra rossz, és ezt tiszteletben kell tartani. Tehát ez nagyon fontos, a diáknak, a betegnek, azoknak igazuk van. Azonban árnyalni szeretném talán inkább csupán a diákok véleményét. Tehát nem teljesen szembe menni velük. Mert hogy ha most én hallgató lennék, nem kizárt, hogy én is azt mondtam volna, hogy húha, ez nekem nem jó. Talán az is a probléma, hogy nem is biztos, hogy értik. De mégis, ha nem értik, az is a kormányzat felelőssége, jobban kellett volna elmondani nekik. Tehát azért mondom, hogy ha ennyien utcára mennek, annak azért oka van, és azt tiszteletben kell tartani, ez alapvető demokrácia kérdés. Most ami úgy látom, hogy nem tiszta számukra, az az, hogy minthogyha azt nem értenék meg, hogy a harangértük szól. Mert hogy a diploma nagy részt, amit kapnak, vagy kapni fognak, az használhatatlan és eladhatatlan a munkaerőpiacon. Ezt a kérdést tegyük fel nekik. Jó-e ez így nektek? Jó-e ez így önöknek? Második probléma. Pont egyébként a HÖK vezérkarában számosan vannak, akik 10 éve járnak egyetemre.
Jó-e az, hogy közpénzen, a mi adóforintunkból megtehetik számosan azt, hogy nem 5 év alatt fejezik be az 5 éves egyetemet, hanem 10 év alatt. És egyébként köszönjük szépen, jól vannak. Jó-e az, hogy Magyarországon világbajnokok vagyunk a lemorzsolódásban? Ami azt jelenti ám, hogy 2-3 évig jár, vagy 5-ig valaki egyetemre, főiskolára, és egyébként nem kap azt, nem végzi el, nem lesz belőle diploma, munka, államvizsga és diploma. Ezt azt jelenti, hogy 4-5 évig az állam közpénzen, adófizetői forintokból finanszírozta a semmit. És azt kell megkérdezzük, ez a legneurologikusabb pont, hogy amikor Norvégia gyakorlatilag nem képez orvosokat. Tehát megengedi magának azt a luxust a szegény Norvégia, hogy befejezte az orvosképzést, jó rég már. Mi gazdag magyarok, idézőjelben, mi meg finanszírozzuk számukra adott esetben az orvosokat. Senki nem mondta azt a hallgatóknak, hogy nem mehetnének külföldre. Tehát ez is egy ilyen tévhit. Röghözkötés, mondják ők. Senki. Európában szabad tőke, szabad áru és szabad munkaerő áramlás. Alapvető európai norma. Na de számos európai ország, hasonlatosan a mostani magyar kormány kísérlethez, azt mondja, ha viszont te külföldön használod a magyar adófizetők pénzéből finanszírozott diplomádat, ebben az egy esetben járulj hozzá a saját képzésed költségeihez. Ennyi, és nem több. Az már csak haba tortán, hogy a mostani hallgatók, akik az utcán voltak, rájuk ezek a szabályok semmilyen értelemben nem vonatkoznak. Egy kicsit az volt a furcsaság az egészben, hogy lánglelkű lovakként küzdöttek az utánuk jövőkért, mert egyébként ők, aki ma a rendszerben van, az azokkal a feltételekkel fogja az egyetemet befejezni. Tehát érdeklődve láttam azokat a transzparenseket, amelyek arról szóltak, hogy nekik most mi lesz rossz ebben, tekintettel arra, hogy nekik most semmi nem lesz rossz ebben, mert hogy rájuk ezek nem vonatkoznak. Miután nem lehet ilyen értelemben szabályokat hozni, mert hogy velük köttetett egy szerződés, elkezdték valahogy az egyetemet, és azt szerint kell befejezzék, hanem úgy lehet szabályokat hozni, hogy azok a hibák, amelyekről az előbb beszéltem, azok ne követődjenek el újra, ezért az utánuk jövő, vagyis a középiskolások tekintetében igazak. Na ott már sokkal izgalmasabb, mert rájuk vonatkozik, nekem van egyetemista a gyermekem is, meg középiskolás is, úgyhogy pontosan látom, a nagylányomnak, amikor elmondtam az egyetemmel kapcsolatos kérdéseket, ezeket, kikerekedett szemmel hallgatott, mert az egyetemen egész másokat hallott a csoporttársaitól. És mondtam neki, hogy akkor beszéljétek ezt át. A kisebbik lányom, aki gimnazista, ő rá viszont már fog vonatkozni. De én azt szeretném, hogy az én kisebbik lányom, aki gimnazista, A. ne morzsolódjon le, végezz el az egyetemet, B. használható diplomája legyen, és ha ad abszurdum külföldre megy szabad, akkor visszafizeti a képzés költségét. Ennyi. Ugye egy dologban a kormány végül is engedett, mert jóval több helyet fog finanszírozni, mint amiről először szó volt a tervezetben, ugyanannyit, mint korábban, vagy még többet. Egy dologban viszont nem engedett ebbe a úgynevezett idézőjelbe röghözkötésben. Itt az ember számára úgy tűnik, hogy két igazság ütközik egymással. Az egyik az az igazság, amit ön elmondott, hogy hát a mi pénzünkből finanszírozzák az oktatását, akkor itt Magyarországon hasznosítsa ezt. A másik, ugye, amit hallani lehetett időnként a diákok részéről, az az volt, hogy jó, de hogyha itthon nem találok munkát, vagy nem fizetik meg úgy, akkor miért nem mehessek el? Ugye nem egyszerű a válasz. Mert ahogy kezdtem, a betegnek, a hallgatónak mindig igaza van. Ez teljesen jogos, csak ez egy másik probléma. Ez a magyarországi foglalkoztatottság, munka. Pont ezért lehet menni külföldre. Tehát nincsen azzal semmi baj. Ezért nem jó a kifejezés, a röghözkötés. Arról van szó, hogy egyébként külföldön jó eséllyel, diplomával nem is rossz fizetésére lehet helyezkedni. Nem kizárt, hogy magam is ennek leszek kitéve. Ha nem sikerül a gyermekemnek állást szereznie. De ebben az esetben semmi más nem történik, mint abból a néhány ezer euróból, ami külföldön egy tanárnak, egy orvosnak jár, abból valamennyit visszafizet, amit
a szerződés szerint vállalt. Amikor az év nagy eseményeiről, intézkedéseiről, törvényekről beszélünk, akkor nem lehet kikerülni a munkahelyvédelmi akciótervet. Kiknek próbáltak ezzel segíteni? A megyét járva több problémát hallottam a somogyiaktól, a kaposváriaktól, többek között a pályakezdők problémáját és az 55 év felettiek problémáját, akiket nem fogad be, vagy kivett magából a munkaerőpiac. De róluk szól a munkahelyvédelmi akcióterv, tehát a legnehezebb helyzetben lévők, ahol érzékelhető a pulzáló probléma, oda nyúlt a törvény. Én szerintem az a munkahelyvédelmi akcióterv alapvető sikere az, hogy sokan megkérdelezték, hogy egyáltalán ezt végre tudja a kormány hajtani, és lesz-e rá elegendő pénz. Igen, mert egy időben úgy volt, hogy nem lesz rá fedezet. Igen, lesz rá pénz, ezt most már az elfogadott költségvetés számai mutatják. Jelentősebb adóváltozások is történtek. Tehát jövő évtől valóban már egy kulcsos lesz az adórendszer, és 16% lesz a személyi jövedelemadó. De azt gondolom, hogy ugyanilyen fontos az, hogy a kisvállalkozásokat hogyan próbálták segíteni. Hát a kisvállalkozók, a közepes vagy mikrovállalkozások a legnagyobb terhet viszik az országban. Mondjuk úgy, hogy a versenyszféra duzzasztása, megerősítése az alapvető nemzeti érdek, gazdasági érdek is, ezért számukra egy rendkívül fontos egyszerűsítés a bürokrácia terén, fehérítés az adópolitika terén, és mindezt úgy, hogy egyébként számukra kedvező kisebb adót kell fizetni, vagy kevesebb adót kell fizetni. Ez egy rém egyszerű filozófia. Azt kell mindannyiunknak megérteni, hogy a Magyarországon a körülbelül 4 millió munkavállalóból 1 millióan dolgoznak a produktív szférában csupán, vagyis a növelni kell azok számát, akik a vállalkozók, akik a gazdaságban dolgoznak, és így javítani azt az arányt, amit ma az improduktív, a nem termelő szféra és a produktív szféra között van. Az 1 millió munkahely az nem plusz igénye, az nem ígéret, az szükségszerűség Magyarországon. Még három témát hoznék, és 5-6 percünk van, úgyhogy kicsit rövidebben tudjuk csak átbeszélni, de mindenképpen kéne arról szólni, hogy jelentős tehercsökkenés jelent a családoknak a gáz és az áram árának a csökkentése. Úgy tűnik, hogy az előző kormányok nagyon kesztyűskézzel bántak a szolgáltatókkal, csak egy példát mondok, hogy az egyik gázszolgáltatónak a tavalyi adózott nyeresége 25 milliárd forint volt. Ezek után tényleg úgy tűnik, hogy jogos az ő megadóztatásuk. A következő zajlik. Magyarországot a 20 év, mondjuk, hogy az előző alkotmány azt a filozófiát engedte meg, hogy mindent ki lehetett árusítani. Többek között a energiaszektort, a MOL-t, a Rábát és sorolhatnám. Ugye szeretném, ide tartozik. A MOL-t az oroszoktól vettük vissza, a Rábát a malájoktól vettük vissza. A számos külföldi szolgáltató végez hulladék szállítást Magyarországon, a kafetériát a franciáktól. Végletekig lehetne sorolni. Ez a Magyarország erőforrásainak a kiszivattyúzása. Ez erről szól. Na most ráadásul Horn Kunce kormány úgy magánosította az energiaszektort, hogy egyébként semmilyen garanciális elemek nem épültek bele, amelyek minket, magyarokat védenének. Az alappéldám, a napokban találkoztam vele, fogadórán mesélte egy somogyi, hogy az történt vele, hogy egyébként túlfizetése volt az EON felé, ami regisztrált túlfizetés, de az adott havi számláját nem fizette be percre pontosan, és kikötötték a villanyt. Tehát a szám az úgy nézett ki, hogy az illetőnek 60 ezer forint túlfizetése van, kellene fizetnie egy 20 ezer forintos havi esedékes számlát, vagyis ő 40 ezer forint pozitívumban volt az EON-nal szemben, de a nagyon karakán EON az azt a döntést hozta, hogy kikötteti, majd még plusz pénzt kér tőle a visszaköttetésre. Most ez
minden területen ez zajlott. Tehát az egészen elképesztő. Nézze, a 65 éves apám az azt mondta karácsonykor, mikor nálunk volt, hogy ő nem emlékszik rá 65 év alatt, mikor történt az, hogy január 1-én valami olcsóbb lett. Ez egészen megrázó élmény számára. Ugyan ígéretek, meg fény az alagút végén, meg minden mindig volt, de olyan, hogy 10%-kal csökkenjenek a rezsiköltségek. Erre ő konkrétan nem emlékszik. Lendvo Ildikó lassan mondta, pontosan nem tudom, 30-szor, vagy már nem is tudom ezt a számot, hányszor emelték 8 év alatt a gázárát, vagyis itt is becsaptak bennünket. Most gondoljál, hogy milyen egyébként világgazdasági és magyar reálgazdasági körülmények között történik a 10%-os csökkentés. Tehát egyébként nem egy normál időszakban. Lázong Európa, lázong a világ, a pénzintézeti válság második vagy harmadik hullámját éljük meg, kormányok talán 20 bukott meg a 27 tagállam közül, mert hogy kormányokat söpör el ez a válság. Ekközben Magyarország, akit 2,5 évvel ezelőtt az egész Európai Unióban azt találgatta mindenki, hogy a görögök vagy a magyarok mennek előbb csődbe, ehhez képest ma 5 tagállam van, aki az 3%-os hiánycélt tartani tudja, és ezen belül a hiánycél tartása mellett 10%-os rezsiköltségcsökkentés, ez kisebb fajta csoda. Nagyon szeretném, hogyha nem relativizálnánk, nem viszonylagossá tennénk ezt, hanem végre tudnánk közösen valaminek örülni. Egy témát feltétlenül szeretnék még érinteni, hogy heves ellenzéki támadások érték az új földtörvényt. Somogy ugye azért fontos ebbe, Somogyra fontos ez a törvény. Mi volt az alapvető célja ennek a törvénynek? Nem lehet kihagyni, hogy ne onnan indítsam a választ, hogy teljesen nyilvánvaló számomra, és azt hiszem, hogy az itt élők számára is, hogy a világ egyik legnagyobb üzlete előkészítése zajlott 2010 előtt. Az pedig az, hogy semmilyen szocialista kormány nem kérte a föld moratórium meghosszabbítását. Én szerintem előkészítették a külföldiek kezére játszását a földeknek. Uh-huh. A szerencse lovagok száma nőtt volna, akik több ezer hektáron egy-két alkalmazottal dolgoznak. Az üzlet az olyan extra profitot hozott volna, amiből számosan gondolom szocialista érdekeltségű emberek jól jártak volna, mert hogy egy olyan üzlet, ahol a föld értéke váratlanul egyik pillanatról a másikra sokszorosára nő, akkor, amikor ugye moratóriumnak vége van, hát ez nagyon kecsegtető, és nehéz ellenállni. Most a kormány ellenállt, nem hogy ellenállt, hanem ezt megakadályozta. Először is elsőként kérte a moratórium meghosszabbítását, majd létrehozott kétharmaddal egy földtörvényt. Ennek egyébként számos további törvénye jön még a tavasszal, ami ezt a szabályozást segíti. És egy nagyon fontos cél van még, azon túl, hogy magyar kézben maradjon, az, hogy több embert foglalkoztasson az agrárium. Ehhez kell mindenféle szabályzót igazítani. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívást. Nézőinek is köszönöm szépen a figyelmet, természetesen jövő évben is lesz miért, addig se tehetik, nézzék a Somogy Televízió műsorát. Viszontlátásra! Minőségi, egyedi bútorra vágyik? A Bútorország Kft. Több évtizedes tapasztalatával valóra váltja álmai. Legyen szó nappali, konyha, fürdőszoba bútorról, lakó vagy üzleti berendezésekről, rusztikus vagy modern stílusban. A Bútorország Kft. A helyszínen méri fel igényeit, árajánlatot készít, megvalósítja majd beszereli álmai bútorát. Minőség kedvező áron. Bútorország Kft. Az ön igényeihez szabjuk bútorát. Érdeklődjön telefonon vagy e-mailben, és tekintse meg weboldalunkat.
Egy étterem, két buli a Cornerben, különleges szilveszteri menüvel és két zenei stílussal várjuk azokat, akik jó hangulatban búcsúztatnák az új évet. Horváth Rajmund élőzenével, DJ Ámbel pedig retro diszkóval gondoskodik a vendégek szórakoztatásáról. Asztalfoglalás az alábbi elérhetőségeken. Egyen velünk, bulizzon velünk, köszöntse velünk az új évet a Corner étteremben!